Szabó Edittel, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályos tanítónőjével beszélgettünk osztályáról és a tehetséggondozásról. Szabó Edit második éve tanítja a 21 fős osztályt, melybe 11 fiú és 10 lány jár. Nagyon érdeklődőek, fegyelmezett, csillogó szemű gyerekek ültek be 2 évvel ezelőtt a padba, mondta róluk tanítójuk, akinek szívügye a tehetséggondozás, a fejlesztő felzárkóztató munka. Nekem szívügyem nagyon régóta a tehetséggondozás, természetesen emellett nagyon fontosnak tartom a fejlesztő, felzárkóztató munkát is. De amikor tehetem, akkor azért első naptól kezdve figyelem, hogy kik azok a gyerekek, akik érdeklődők, ügyesek, valamiben tehetséggeknek tűnnek, hiszen még most nem mondhatjuk ki róluk, hogy tehetségek, szeretik a kihívásokat, a külön feladatokat. Első osztálytól, szinte az első naptól kezdve már figyelem őket, és ismerve az első másodikos versenyeket, tudatosan elkezdem a készíteni őket a kihívásokra. Olyan feladatokat igyekszem nekik adni, ami majd a későbbiek során előkerül. Ebben az osztályban a szülőket megkérdeztem az első szülőértekezleten, hogy mutassák be a gyermekeiket, és már akkor nagyon reális képet kaptam róluk, valóban ilyen gyermekek kerültek az osztályba. Impulzívak, érdeklődők, lehet velük sok mindenről beszélgetni, és ez egy kihívás számomra is, hogy ha ilyen érdeklődő gyerekek, akkor valóban a tananyagon kívül egy kis pluszt is tudjak nekik adni. A mesemondás az különösen kedvelt a gyerekek körében. Most adtuk be éppen az új versenynek az új versenyre a meséket. Nagyon szeretnek a gyerekek kézműveskedni. Szerencsére ez olyan osztály, ahol tényleg nagyon ügyesek, jókezűek a gyerekek, a tanítónénik, illetve hát tavaly a tanítóbácsi is kreatív volt, és nagyon sok képzőművészeti versenyre adnak be pályamunkát, még akkor is, ha nem biztos, hogy nyernek, de nagyon szívesen küldik be a munkáikat. Elsőben még a mesemondó verseny van, de másodikban már tanulmányi versenyek is. Elsőben még a mesemondó verseny van, de egy tudatos felkészítés a tanulmányi versenyekre. Most második osztályban nekem számomra, de a gyerekeknek is talán a legnagyobb kihívás a harmadcsepp versenyre való készülés. 3 tanuló matematikából készült, 1 tanuló pedig nyelvtanból. A matematika igencsak föladta nekünk a leckét, de majd a gyerekek beszámolnak erről. Nagyon szívesen olvasnak a gyerekek, kiemelt feladatomnak tartom az olvasóvá nevelést, és a Györfi olvasóverseny igaz, hogy most csak iskolai keretben került megrendezésre, de 6-8 gyerek nagyon szorgalmasan egy hónapon keresztül oldott meg plusz feladatokat, és nagyon nehéz volt választani közülük, hogy ki is juthasson be az iskolai versenyre. Ott is kiválóan szerepeltek. A népdali éneklés sem áll tőlük messze, nagyon sok szép hangú, jó hangú éneklést kedvelő gyermek van. 4 jelentkeztek a népdali éneklő versenyre, így kellett egy selejtezőt tartani. 2 kislány jutott be a városi versenyre, izgatottan várjuk az eredményeket. Van egy kislány, akit anyukája otthon nagyon szeret versenyeztetni. Ő majd beszámol arról, hogy mennyi minden, és újabb versenyek, és mindig újabb-újabb oklevelekkel lepnek meg. Erről majd Lola beszámol, tehát vannak, ahol a szülők is úgymond menedzselik a gyereket, vagy közös esti elfoglaltságot jelent számukra az, ha együtt vagy a kistestvérrel együtt oldanak meg feladatokat. Új
kihívás volt idén a méhész logikai verseny, ahol egy kis méhecskéről szóltak a feladatok. Ez számomra is újdonság volt, erről a kis bíbott méhecskéről már hallottam, de azért én már koromnál fogva is egy kicsit messze vagyok a technikai újdonságoktól, de lemaradni nem szeretnék, így a gyerekeket ösztönöztem arra, bár most nekik nem volt ilyen órájuk, de ösztönöztem arra, hogy a segítségemmel együtt egy kicsit kapcsolódjanak be, próbálják ki a versenyt, és akkor harmadiktól már még okosabban, ügyesebben, tapasztaltabban tudnak részt venni ebben a versenyben. 11 tanuló nevezett, és a szülőkkel együtt, mert nyilván ehhez ott le kell ülni, elmondják majd, hogy tehát próbálgatni kellett az utakat, melyik a legrövidebb megoldás, tehát ez azért egy időigényes feladat volt, de nagyon ügyesen több tanuló a legjobbak közé bekerült, és ennek nagyon-nagyon örülök, bízom benne, hogy folytatják. A jelenléti oktatás újraindításának nagyon örültek a gyerekek, mert jó volt otthon, de a társak körében még jobb. Örömmel jöttek iskolába, azért elmondták, hogy jó volt otthon, de azért mégis ez az iskolai közösség, az iskolai, hát természetesen a játék az nagyon hiányzott a számukra, meg azért elmondták, hogy itt könnyebb egy kicsit tanulni, mikor együtt dolgozunk, bár én nagyon elégedett voltam az online oktatás idején a gyerekekkel, természetesen a szülők támogatását maximálisan köszönni tudom, nagyon sokan bekapcsolódtak az online órákba, és már a végére én is egész belejöttem, és ügyesen kapcsolgatták a mikrofon, tehát mintha valóban itt egy kontaktus alakult ki, feleltek, kérdeztem, válaszoltak, jó megoldás, kapcsolj rá, kattints rá, tappancs rá, jelezd, hogyha jó a feladat megoldása, tehát már egész gördülékenyen ment a munka. Egy hónap is véget ér a tanév, átmennek harmadik osztályba a kis tanítványok, addig azonban még sok felmérés vár rájuk. Én mindig elégedetlen vagyok önmagammal, és akkor ilyenkor az utolsó hónap az, amikor tehát méréseket, nem központi méréseket, hanem saját magamnak, meg a saját magam megnyugtatására végzek méréseket. Most például olvasást mértem náluk, írástempót, és elégedett vagyok. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sok tudás van a gyerekekben, a szülők munkája mérhetetlenül nagy, tehát ott állnak mögöttünk, ezt tudjuk, hogy a hármas egység tanító gyerekszülő így működik, csak így lehet nagyon szép eredményeket elérni, és én úgy gondolom, hogy amit második osztályban tudni kell, az osztály maximálisan, tehát minden tanuló nagyon szépen elsajátította, készen áll a harmadikos tananyag fogadására. Szabó Edit pedig személyre szabottan adja majd át kolléganőjének, ki miben tehetséges, mely területen sikeres, hiszen a tehetséggondozás a Györfiben a 8. végéig tart.